üdvözlünk titeket a műanyag műhely legrafináltabb részében, ugyanis ez az, ahol a műanyag úgy mondjuk, hogy újraéled. Tiszadadai diákok hallhattak az újrahasznosítás folyamatáról elsőként a PET-kupa csapatának legújabb mobil kiállító terében. A Tisza mentén több településen is bemutatkozik majd a Mümü, amely elsősorban gyerekeknek készült. Igazából a folyami műanyagszennyezés nem csak átok, hanem sok mindent ki lehet belőle hozni, csak kell egy kis innováció, egy kis fejlesztés. És nagyon örülünk, hogy részben az ITM támogatásával egy ilyen szuper műhelyet tudtunk összeépíteni, illetve az Aktív Magyarországért program keretében pedig bejárhatjuk a vidéket, és odahozhatjuk el ezt a tudást, ahol a legfontosabb az alkalmazása. Egy kreatív, tanulással és élménnyel teli nap utolsó állomása volt a Mümü. Lehetőségük volt megtudni, mi a különbség a PET palack és az ételes doboz között kezelés szempontjából, hogyan készíthető kupakból ékszer, és a PET kupa elmúlt éveinek eredményeit is megnézhették. Ilyen volt a Mosolygózsák program. Az volt a lényege, hogy az, aki lemegy horgászni, az, aki kiszáll a kenúból, és csak meg akarja tisztítani azt a piknik helyet, ahol ő most elfogyasztja az ebédjét, ott a közelben valahol legyen egy mosolygózsák, és legyen egy olyan pont, ahova ő ezt lerakhatja. Ebben a programban a tiszadadai iskola diákjai is gyűjtötték tavaly a szemetet. A településen fontos az élő környezet megóvása, és hogy erre neveljék a gyerekeket is. Tiszadada nevébe is benne van, hogy Dada, tehát az onnan kapta Tiszadada a nevét, hogy a Tisza körbeöleli gyakorlatilag a települést, és nekünk ez egy nagyon nagy értékünk a Tisza, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezt szépé és vonzóvá tesszük. A hagyományokhoz híven a petkalózok ezt a kiállító teret is szódával avatták fel. Ezt a hajót ezennel elnevezem, mostantól legyen a neve Mini Mümü!